amiért elvileg nem értem. És én rosszul vagyok, hogy majd jobban legyek, és életre szélesen elégedek. Dolgok meg, amikre nem volt keres, és szerettem volna, de nem lehetett. Csak jó, hogy most már megcsinálhatnám, ha lenne rá időm vagy energiám. Pontosan tudom, hogy távolodom, hogy elzárom magam a valóságtól. Bocsánatot kérek gyerekkorom, hogy viccet csináltam az álmaidból. Jézus Mária! Hogy is van? Mindig rettegtem, hogy ezt a számot... Egyszer úgy kezdtem el ezt a számot egy Vadfrutti koncerten, amikor előttük játszottam, hogy... Így kezdem el, mindig így kezdem el. Szóval ahhoz képest ez még viszonylag jó volt, de most tényleg elfelejtettem, hogy hogy van. Nézzük csak! Mindig srác majd csodát csinált, ez nem jó, én mindjárt 30 vagyok. És még mindig csak számlák és táblázatok, rövid hétvégék, hosszú hétköznapok. Ez az utolsó évem, hogy megint úgy érzem, hogy nem történt előrelépés, de jövőre minden más lesz. Így kezdjük el, mindig így kezdjük el, nekünk nem számít, minket nem érdekel. A sógatyában állunk a fürdőszobában, és várjuk tovább, amit általában, hogy szeressen mindenki egyformán, és mehessen berúgni munka után. De ez nem jó, és mindig elfáradunk, és a szombatra ráment a vasárnapunk. Idén hányszor kell, hogy eljátszanunk, hogy ez az utolsó évünk, amit megint úgy végzünk, hogy nem történt előrelépés, de jövőre minden más lesz. Köszönöm szépen, úgy terveztem, hogy én motorhedesen kezdek be, úgyhogy mindenféle további szócséplés helyett jön a